Még. Sziasztok, Tóth Péter vagyok az Axiák Kft. bemutató csapatától. Mai nap három szőlőkombányt fognak bemutatni. Kettő szőlőkombány önjáró, illetve egy vontatott kivitelt. Mögöttem lévő, ő a legnagyobb, ő a GL 8.6-os. Ugye a GL jelenti ezt a gépkivitelt, a 8-as ugye azt hogy mekkora a gép, Jelen esetből ő a legnagyobb, a hatos pedig a motornak a hengerek számát. Ennek a szőlőkombánynak a üzemanyag tartálya és az AdBlue tartály az itt található. Üzemanyag tartály 260 liter, AdBlue 20 liter, ugye ez a gép már a TICS 5-ös emissziós normáknak megfelel. Van egy lépcsőnk, ami 25 fokban nyílik ki, ez elektromos, tehát be lehet csukni illetve innen ki lehet nyitni. Meg van ott fent a kabin sarkánál, az oszlopon belül is egy ugyanilyen nyomógomb, amivel fentről ki tudjuk nyitni, illetve ha a gép 0,3 km-t meghaladja, akkor automatikusan becsukódik. A kerekek, az első gumizás az standard, az, az nem változtatható, az ez a 380-as vagy gumiszélesség. Hátra, ugye jelenleg 480 per 70 r er 28 as gumi van, hátulra lehet kérni szélesebbet, 540-es gumit, én ezt ajánlom, talajtaposás, laza homok, domboldal, egyéb okokból, kicsit előrébb megyünk, itt elől baloldalt van a olajhűtőnk, hidrolik olajtartályunk az 110 liter, Ugye azért rakták előre, hogy nem melegedjen, illetve abszolút nagyon jó a hűtése. A kerékhajtásunk az összkerékhajtás, mind a négy kerék egyszerre hajt, közúti üzemmódban is. Pokline hajtóművek vannak a gépen felszerelve, ami azt jelenti, hogy az elődjéhez képest 28%-a nagyobb teljesítményt tudnak. Ez a gép 35 fokos szögbe tud felfele menni ezáltal, illetve 28 fokos oldaldőlésen tud elmenni, mert ugye 60 centit tud emelni a hasmagasságán, illetve az első felfüggesztésbe be van építve a munkahenger, és ugye említettem a 60 centi magasságot emel a gépen, de viszont az első munkahengerekben még van 10 centi, tehát ugye még egy kicsit tudunk rá korrigálni. A ezt majd később. Jobb oldalt található a motornak a, a hűtője. Ezt is kinyitjuk, megmutatom. Ugye, itt van. Basszus, nem hoztam kulcsot. Hát kinyitni a motort. Hát külön ilyen kis nyitóka van hozzá. Nem úgy van, csak kinyitjuk az oldalát. Ezt addig visszacsukom. meg tudjuk nézni a motort. hogy említettem, hogy 6 hengeres motor van a kis paripába. Ez egy Dice motor, 6100 köbcenti, 190 ló, 825 Nm nyomaték, amit már 1500-as motorfordulaton tudja. A szőlőkombányunk 7 darab hidrolika szivattyúval rendelkezik, ezek újfajta szivattyúk, az elődjéhez képest 13%-a nagyobb a folyadék térfogat kiszorítása, úgyhogy eleget tud tenni a gépnek. Adblut azt beszéltük, ugye a 10-5-ös normáknak megfelel, itt látható a hidrolikának a vezértömbje illetve van egy ilyen kis tárolórekeszünk. Itt ezek a ilyen biztosítók, ezt ide lehet berakni, és akkor ugye le van biztosítva a gép, tehát ilyen vagy a szerelés, vagy egyéb munka mellett. Akkumulátor, itt van az áramtanító kapcsolónk, ugye ezt kívülről ott látható. Ezen a nyolcason, ez opció, ez egy hasmagasság érzékelő, és ez úgy működik, hogy ezt be lehet állítani, hogy mennyire közelítse meg a földet. Mind a két oldalt van, tehát ugye, hogyha ez leér a földre, akkor ugye a szenzor, egy mágneses szenzor van itt, ugye akkor érzékeli, hogy elbillent, akkor ráemel a gépre, és mikor vissza a akkor ugye nem emel tovább. Egyenes talajon is jó, de ugye van nekünk kameránk, ezt még elmondom, ugye itt, itt az első felfüggesztésen, ami, amivel pont a szüretelő egységet látjuk, és azáltal be tudjuk határolni azt, hogy milyen magasan vagyunk a talajtól. Annyit még tudni kell, hogy a Gregoire szőlőkombány 15 centi magasságot még, még tud szüretelni. Tehát 15 centi a talaj és a hasmagasság közötti rész. Igen, akkor jöhetünk a születő egységhez. Van kettő darab ilyen érzékelő pálcánk, ami a fülkének az álaszlopán van, két ilyen led visszajelző, majd bemutatjuk. Ez azt szolgálja, hogy mikor a szőlőtők ezt megüti, akkor nekünk a kabinban egy villogó fény jelzi azt, hogy merre kell korrigáljunk, hogy minél közép, minél jobban középen legyen a szőlőtőke, ezáltal precízebben tudunk dolgozni. Itt van egy kis ablakunk, amin kilátunk. 2600 mm hosszú a alagút hossz. Ez az egyik leghosszabb, 65 centi széles, 195 centi magas. Kettő felhordó van, ami úgymond végtelenített, tehát ez egy szalagból áll. Van 7 darab verőléc van felszerelve erre a gépre. Ugye ez attól függ, hogy milyen a szőlőfajtánk, illetve hogy ezeknek a verőléceknek csak a fürdzónába kell lenni. Ezek a verőlécek gyárilag úgymond most 120 mm-távolságra vannak. Hogyha több a szőlünk, tehát jobb a termésünk, akkor át lehet rakni 160-ra. Tehát ugye itt lehet látni a furatokat, oda állítjuk, ahova kell. Van oszlopérzékelőnk. Ez azt csinálja, tehát ugye most ki van iktatva, most azért van így kihajtva, hogyha összép kell állítani az oszlopnak megfelelően, hogy ezt inkább a betonoszlopoknál szoktuk alkalmazni. Mikor érzékelő a betonoszlopot, ugye a szétfeszíti, és akkor a rázó léceknek a sebességét csökkenti. Nem megállítja, hanem csak csökkenti. Illetve van egy autópincs nevezetű rendszer a gépen, ami azt jelenti, hogy be lehet neki állítani, hogy milyen tartomány között mozduljanak a verőlécek. Tehát, hogy automatán úgymond nyitni, vagy csukni fogja a verőléceket. Ugye ez a, van egy szőlősorunk, elindulunk, beállítjuk a gépet, és akkor mondjuk a tábla közepén ott sokkal jobb a szőlünk, sokkal jobb a lombozat, akkor ugye ott nyit a verőlécen, akkor van egy olyan rész, ahol mondjuk egy-két tőke sajnos kipusztult, vagy valamilyen betegség miatt nem lett a jó a termés, ott pedig automatikusan szűkíteni fog rajta, hogy nem maradjon fent bogyó. Ott fent középen láthatjuk az excenter tengelyt, ami ugye hajtja, vagy a rázó léceket ő meghajtja, úgymond hogy ez ilyen alternáró mozgást végez. És, ja igen, tehát ACR dupla ingás rendszerünk van, ami azt jelenti, hogy mozog a verőléc külön, illetve mozog az egész felépítményünk is még pluszba külön. Ezáltal nagyon jó és nagyon kíméletes szüretelést tud végrehajtani a gép. Ez a szüretelő egység 8 darab bakkon van rajta, ami ugye a rezonanciát elnyeli. Abszolút nem lehet érezni a kabinba, hogy itt lent ezek a verőlécek működnének. 20, azt hiszem 22 darab ilyen kis ablak, vagy szervízablak, vagy tisztító ablak van a gépen, tehát nagyon jó át lehet mosni, ugye ezt a gépet minden nap, tehát hogyha dolgoztunk vele, akkor minden nap át kell mosni, tiszta legyen, nem szabad, hogy ne isten bármilyen betegség, vagy penész, vagy egyéb galibát okozzunk. Maga a gép az 10,5 tonna, tehát azért van súlya. A tartályokhoz, hogyha hátra megyünk, rozsdamentes tartályok vannak, fém. Ez 2000 literes darabja, tehát 4000 liter a kettő. Hátrafele billent, ami nagyon jó, hogy 3 méter magas az ürítési magassága. Tehát, hogyha úgy van, akkor kamionra is egy az egybe rá lehet üríteni. Még amit nem mondtam el, ugye 25 km h óra képes a gép, és ugye ezek a pokline hajtóművek két sebességűek. Tehát ugye van egy országúti, egy nyúl, meg van egy, egy teknős, egy terep, illetve van egy hát ilyen nagyon lassú fokozat, egy ilyen csiga fokozat, ami arra szolgál, hogyha kamionra állunk fel, vagy hogyha ugye ezt a gépet át lehet szerelni. Tehát ezt a felépítményt, ami itt van, ez a születelő egység, ugye itt van az a négy, azt hiszem négy, itt van három, meg elő van egy, négy csavarral ezt le lehet venni az egészet, és akkor permet az egységet lehet rárakni, illetve az elejére is lehet rakni akár metszőt, vagy kacsolót, vagy nem tudom pontosan milyen egységek vannak még ide. Ugye izobusz alapú rendszerű a gép, ezt majd megmutatjuk a terminálon, hogy milyen. Igen, a hátulja. Még annyi, hogy ezt itt kiveszem. Itt az alsó ventilátor egyik, másik. Ugye a két alsó ventilátorunk az alapfelszereltség, és akkor én ide bejövök. Ha megnézitek a szallagot, akkor ugye vannak ezek a kis tálcák, és a kis tálca között van kettő ilyen csík, kiemelkedés, kitüremkedés. Az azért szolgál, hogy ugye a nedves levél a sík felületre nagyon tapad. És akkor ezáltal, hogy ott meg van emelve, sokkal, tehát nem tapad annyira a szalaghoz, és a ventilátorok, amik hátul vannak, sokkal több levelet ő, ki tudnak szívni, ezáltal, hogy a tisztább anyagot tudjunk felküldeni. A szilenteket itt láthatjátok, ott is ott van, ott is ott van. A pikkelyeket ugye itt lehet látni, hogy lehet állítani. Dőlésszögét, hogy hogy álljanak, illetve ilyen pen, ö, pneumatikus tömlővel van ellátva, ami egy egyszerű pumpa segítségével, vagy egy fújtatóra segítségével fel lehet fújni. Ez azért jó, mert a pike-nek a feszességét tudjuk beállítani, tehát, hogyha fiatal a szőlőtőkénk, akkor ugye egész lazára lehet állítani, hogy ne sértsük meg a, a tőkét. Ha idősebb, akkor ugye ö, fel, vagy lehet neki adni nyomást, illetve hogyha ő, kopnak a pikkelyek, akkor is fel lehet fújni, hogy közel legyenek egymáshoz. A ventilátorunkat, ezt itt láthatjátok, itt van ilyen núd mind a két oldalt, azt ő, 5 cm tudunk még állítani rajta, tehát a komplet ventilátornak a magasságát a szallakhoz képest, hogyha olyan, ő, hát igazából hogy a körülmények, tehát hogy milyen szőlőt takarítunk be vele, mennyi szőlőszemet szívvel, tehát ez, ez mind beállítás kérdése. Van ilyen ő, gaj kihúzónk, vagy dugulás elhárítónk. Ez ő, ugye, hogy hogyha véletlen valami szőlő szármaradvány, vagy, vagy ő, karók, vagy valamilyen fakis oszlopok, vagy bármi bekerül a gépbe, akkor ő, ő segít abban, hogy ne menjen föl a szallag, ne vigye fel, hanem itt ugye ki tudja dobni hátra. De ha véletlen felviszi, mert volt erre is példa, akkor, ha ide jössz, Tamás, meg fog a akkor itt fogja kidobni. Wow. Tehát ugye itt van egy ilyen töltsérszerű, hogy a szallag felhozza, de ugye a gravitáció hatására ugye kibukik erre, és akkor itt ki fogja dugni, úgymond, és akkor innen, innen szépen el lehet távolítani. Ja igen, itt van a verőléc. Ezt megmutatom nektek, ha már itt van. Tehát ez egy, egy, ilyen rugalmas műanyag. Tehát nem egy, nem egy kicsi. Kis darab. Ugye ezt is lehet állítani. Hogyha valaki szeretné, ugye nem tudom hátulról mennyire látszik, hogy a két felfogatással van ez a verőléc, és, és ugye én beugrok addig ide gyors. Tehát ugye itt látszik az, hogy még kint van, mondjuk mennyi ez egy 70 mm, 60 mm ebből a műanyag verőlécből. És akkor tudunk olyat csinálni, hogy ezt fellazítjuk, hogy <kül> ez az alapbeállítás, hogy ezt fellazítjuk, akkor ugye még itt a hátsó felfogatáson tudunk tolni, tehát ugye azt érjük el, hogy ugye még jobban hátrébb hajlik, és akkor ugye még, tehát akkor úgymond kevesebb ideig fogja a szőlő fürdzónát rázni, most nem is rázni, hanem ugye fogni, mert ugye, tehát elől egy ilyen V-alakba kell elképzelni, ugye elől, mikor bejön a szőlőfürt, itt középtájon van az, ahol, ahol ugye ő rázza a növényt, itt a vége fele pedig ma mond kezdi elengedni. De ugye ezáltal tudjuk azt állítani, hogy ugye jobban ráállítunk, akkor ugye még a vége is benne lesz a lombozatba, és üti a szőlőfürtöt, vagy ha kiebb húzzuk, akkor ugye a vége az már nem, nem fogja bántani a szőlőt. Ez is fajta függő, melyik mennyire érzékeny, illetve hogy mennyire törik le a levélzet, ez mind beállítás. Itt van egy ilyen mosáshoz segéd mosó tömlő, ami oda fel van tekerve. Nem tudom, onnan látszik-e. És akkor ugye itt, itt alul rácsatlakozunk egy lenti tömlővel, és akkor nem kell fent húzzuk magunk után, hanem ott fent avval szépen le tudjuk mosni a gépet. Hátsó kamera, alapfelszereltség, és akkor, hogyha ma a kameránál tartunk, akkor annyi, hogy lehet kérni, 360 fokos kameralátási képet rá, ami annyit jelent, hogy négy kamera van akkor a gépen, és olyan képet mutat nekünk, mint hogyha egy felülnézetben lenne. Mint a, például az új autóknál egy ilyen felülnézeti képet fogunk kapni, akkor itt megállnak egy pillanatra, ugye ezen a gépen nincs automata kormány, de lehet kérni akkor egy telemetrikus 3D-s kamera lesz a kabin tetején elől, és akkor úgy fog soron vezetni. Ez azért jó, mert ahol nincs GPS jel, ott, el tud menni, ott, is el tud menni ez a gép, hogy olyan körülmények között dolgozik. Illetve lehet a 8-as szériára, tehát erre a nagyobbra, rugózott első felfüggesztést, akkor ugye kap három hidrakumulátort a gép, akkor rugózni fog a, a két első futómű, tud hozam térképet rajzolni, súlymérőt lehet rá kérni, de viszont, hogyha hozam térképet akar valaki rajzotatni, akkor kell rá az azaz a GPS. Hogyha van Neotrackünk, akkor viszont már rajzolja is a sorokat, ahol elmentünk. Ezt lehet magába is kérni, tehát hogy csak a Neotreket kérjük, akkor ugye szépen rajzolja a sorokat, hogy hol mentünk el. Ez nagyon hasznos, nagyon jó, mert ugye most azért kettő, húsz, és fél méter, három méterre, amikor forgunk vissza a sorokra, akkor hát nagyon figyelni kell, hogy melyik soron mentünk már el, főleg, hogyha valaki mondjuk este is szeretne dolgozni. Itt annyit megjegyeznék az estével kapcsolatban, hogy LED munkalámpák vannak a gépen, több mint 18000 lumen fényerősségű, illetve a visszafordulásnál ez a 8-as gép, ez 4 méter a fordulóköre a 7-esnek ami egyel kisebb itt mellettünk, annak pedig 3,75 m a fordulóköre. A két gép közötti különbség az teljesítményben és nagyságban van különbség, tehát ugye ennek a gépnek 2600 mm hosszú az alagút, víztömített hossza, a hetesnek annak 2400 mm hosszú, és majd a vontatotról, amikor beszélünk, annak pedig 2000 Benne van a kulcs, te is fére tudsz. Kösz! Tehát a, a vontatottnak, a G3-asnak, annak pedig 2200 mm hosszú a, az alagút hossza, ami víztömített. Ö, igen? Mit akartunk még elmondani? Szerintem menjünk föl, nézzük meg a Easy Clean bogyózót. ő itt egy Easy clean bogyózó rendszer, ami 99,8%-os tisztasággal dolgozik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye itt van a nagy szallag, amiről lent beszéltünk, tehát ugye így jön fel, vagy pontosabban, bocsánat, hátulra jön fel, és akkor, hogyha itt benéztek, ide dobja le erre a kereszt ez a kereszt az ugye, ja igen, tehát ez 32 cm széles a nagy szalag, a keresztszalag az 38 cm széles, ugye az átdobja oda, arra a láncos szalagra. Itt van egy mágnesünk, ami ugye a egyéb vas hulladékokat kiszűri. Ezt sajnos mindig találunk, mindig szed össze, és akkor ugye arra a láncra rápotyognak arra, a szöllőszemek. Ez, ez a ö, zöld műanyag lánc, ez egy kicsit így remeg. Ugye ez azért van, hogy a bogyók jobban átpotyogjanak közte. Ugye szépen jön hátrafele. Itt van egy ö, eltömődés gátlónk. Ez azért szolgál, hogy ha véletlen bedugul a rendszer, ami még nem fordult elő, akkor ugye visszajelző. És van egy ilyen EasyClean bogyózónk. Ez egy ilyen alternáló oldal, egy ilyen söprő mozgást végez, Ugye ez bogyózza le a szőlőt, nagyon ő kíméletes, nagyon szépen dolgozik, és akkor ő olyat tudunk még csinálni, hogyha azt nem szeretnétek használni, mert mondjuk ki akarjátok próbálni a gépet úgy, hogy ő bogyózó nélkül, akkor annyi a teendő, hogy a Easy t azt kikapcsoljuk, ezt a szallagotnak a forgásirányát megfordítjuk, és akkor ezt a lemezt, itt, itt van ez a kis. És hát ilyen, mi ez, kilincs, amivel ki tudod csavarni a csavart, akkor ezt a lemez ki kell nyitni, és akkor visszafele forog a lánc, és akkor egy az egybe megtölti a tartályt. Ugye 2000 literes a tartály, ott benne láttok egy oszlató csigát, ami, amit be lehet állítani százalékosan, hogy előre vagy hátra hordja a szőlőszemeket. Itt láttok egy ultrahangos tartály szintérzékelőt, a jobb oldalt, ami jelzi nekünk, hogy meddig van a tartály. Ugye zsírzás, látjátok, hogy hát központi zsírzás az csak úgy vállal ha jól tudom, de ez nem 100%-ig biztos, de hallomásból, tehát hogy úgy vállal a, francia gyártó garanciát a központi zsírzásra, hogyha azt a zsírt használjátok, amit ő ő ír elő, Jelen esetben ugye ki vannak vezetve a zsírzási pontok, igazából nem egy nehéz zsírzású, mert, mert tényleg teljesen kéz rá minden. Itt is látjátok a zsírzó pontokat, tehát teljesen tökéletes. És nem hagyományos azért. Nem, étkezési, meg az olaj is, olaj is. Ugye itt van a, a tömlő, amiről beszéltünk, a mosáshoz, illetve még annyi, mondjuk onnan látod, hogy itt, Ugye a szallagoknak az előfeszítése az ilyen automatos panelóval van. Ennek az előfeszítését úgy szoktuk beállítani, hogy a szallagot, ugye itt oldalt, tehát most ti erről beláttok, én a másik oldalról, ugye itt beláttok, így fel lehet emelni a szallagot, és az a lényeg, hogy ezek a. Ugye megmutatom. Ugye ezek a mik ezek, tálcák, ne, ne érjék a, a lemez. Tehát, hogy úgy kell beállítani, hogy, hogy ne, ne, érjen hozzá. A szüretölő egységünk, mivel dupla ingás, ezért ugye menet közben is ő, libegne a gép össze-vissza, és kitalálták, hogy ha átrakod országútiba nyúlva, akkor ez a munkahenger lerögzíti a, a, a és akkor nem fog oldalra libegni, billegni. Hát szerintem üljünk be a kabinba, nézzük meg, hogy mi van ott. A fülkéről annyi, hogy aki szeretné permetezés és használni a gépet, annak ő előre kell jelezni, hogy ő kat es fülkét szeretne, mert csak abba lehet a aktív szemes szűrőket berakni. Utólag ez, ez már nem működik. elég szépen muzsikál a gép. És le fogom állítani mindjárt, csak az egyik tartályt felnyitom nektek. Hogy megnézzük a Easy Clean talulra. Tehát ugye van egy 12 szolos kijelzőnk, ami izobusz kompatibilis. Ugye van egy fő kijelzőnk, illetve ide még van három, ö, azt mondja, hogy tehát még három kis ablakot ki tudunk rakni. Ugye itt láthatjuk, ugye most teknősben van a gép, ugye közúti, kézifék behúzva, itt látható ugye a üzemóránk, ugye üresben van, ez a motorfordulatjelző, itt látható a sebesség, kettő tempomat van a gépnek beállítva, ugye van egy, ami itt van a karon, itt van, egy tempomat gombunk, illetve van egy ilyen táblavégi forduló funkció rajta, ezt úgy kell elképzelni, tehát hogy ugye P1, P2 ez a forduló, tehát azt tud feltanítani, hogy ő felemelje a gépet, vagy leengedje a gépet, vagy kikapcsolja a születelő egységet, tehát nem magától fordul a gép, csak így hívják, Ugye itt van egy ilyen stop jelzésünk, ez a karnak itt van az oldalán egy ilyen stop gomb. Ja, és figyeljetek, tehát hogy ahogy kezedekre esik, úgy állítjátok. Tehát itt van egy stop gomb, ugye ezzel azt tudjátok elérni, hogy működtesse a kart, mert hogyha ez nincs bekapcsolva, akkor nem működik, nem tudod a születelettséget bekapcsolni. Van egy dőlés, visszajelzünk. itt fent ez a nulla, ez a százalék, ez pedig a előre-hátra bukásnak a jelzője. Ugye itt látjátok az üzemanyagszintet, hőfok, ez pedig az adblue szint. Itt van a, ez a két zöld csík, ez azt jelenti, hogy mennyire vannak a ö, kerék munkahengerek kitolva, tehát milyen magasan vagyunk a, a talajtól. Ugye itt is üzemanyag, hőfok, ez egy motor, vagy a, ez kilométer per óra, ugye itt adblue, ez a, vagy a motorfordulat számjelző villogó, ez, hogyha nyúlva van a, a gépünk, akkor ha megnyomjuk ezt az A betűt, ez az A betű ugyanazt csinálja, mint az az ikon, akkor leengedi egy ilyen közúti üzemmódba a gépet, ami azt jelenti, hogy gyárilag be van állítva, a hasmagassága egy ilyen 20 centi a talajtól. Még annyit gyorsít elmondanék, hogy maga a gép, hogyha le van engedve teljesen, tehát lére hasalja, akkor a kabin tető a legmagasabb pontja az 3,70 méter, 70 centi, és amit még nem említettem, hogy ugye maga a gép az 3 méter széles, tehát a tartályok a, a legszélesebb, a két tartály a legszélesebb pontja a gépnek, ugye az 3 méter. Ezzel a géppel 1,80-as sortávolságba tudunk menni. Ennél ugye vannak kisebb sortávolságúak, azok ma ugye speciálisabb, szűkebb gépek. Igen, ugye ebben van Neotrek, tehát ugye ő GPS alapon mutatja, hogy, ugye, hogy hol megyünk, tehát rajzolja, színezi a, a munkánkat. A kettes menübe itt már ugye a magas szüretelő egységünk jelenik meg. Itt ugye a két oldal magasság érzékelőnk is másképp mutatkozik. Tehát ugye három nyilat láttok itt, ugye van egy teli zöld háromszög, van egy üres háromszög, jaj, bocsánat. lehet, hogy könnyebb lesz. Tehát ugye itt van egy teli zöld, egy üres háromszög, meg egy sárga. A teli zöld az a, az a maximum, tehát ugye be lehet állítani, hogy meddig, meddig emelje fel a, a, a gépet. Ugye át tudom rakni a zöldet, hogy nem mondjuk mit tudom én 30%-ra emelje, hanem mondjuk 90-re, illetve a, a üres háromszög, a zöld, az pedig, hogy mennyire engedje le a gépet, ez ugye ott fontos, hogyha beállunk a szőlősorba, ugye akkor mennyire engedje le, tehát, hogy a, a verőlécek ugye a, a fürdzónában legyenek, illetve, hogyha a végén fordulunk, akkor pedig meddig emelje fel a gépet, a sárga az pedig az, hogy az alá nem mehet, tehát az alá nem engedi a gépet, ezt is be tudjuk állítani, és akkor ugye ez itt a verőléc. Tehát ugye most szét van nyitva, most 88-ra van kinyitva. Ez a, igazából én ezt cseresznyének néztem, de ez egy ilyen hárompólusú dugaj, ami azt jelenti, hogy itt tudom bekapcsolni a szivargyújtónak a, az áramkörét, a 12 voltot. Ugye itt látjátok a szalagot, amiről beszéltünk, a két felhordó szalag, ugye jobbos-balos, Hogyha megáll a szalag, valamelyik már megszorul, vagy bedugul, vagy hát bedugul, hát inkább ilyen tőke darabokat szokott bevinni. Hogyha olyan helyen vagyunk, akkor ugye megáll a szalag, akkor ugye jelzi, hogy melyik át, meg jobb és balos. Ugye erre vissza tudjuk fordítani. Ez a bogyózó, ugye ez most azért piros, mert fel van nyitva. Ez az alsó ventilátor, igen. Ez a szalag, ez a bogyózó alatti lévő zöldő szalag. Azt is ugye mondtam, hogy ki tudjuk, ki tudjuk kapcsolni a, a bogyózót, és akkor visszafele tudjuk forgatni. Akkor egy az egybe a tartályba fogja dobálni a, a szőlőt. Itt van a csiga, az oszlató csiga, amit tudunk úgymond előre-hátra hajtatni. Ugye most itt mutatja a zölden, hogy automatában van. Majd megyünk a medubé, és akkor kezdő fogom mondani, hogy hol lehet állítani. Ez pedig a kereszt szalag a két kis szallag, ami a mágneshez dobálja a, 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 szöllőt. Ugye most a kettes szőlő vagy a szüretelő menübe voltunk, ezen belül még van három menü, hogyha ellapoztok, akkor itt még tudunk egy kicsit álligatni. Ugye itt tudjuk kézzel is állítani a verőléceket, tehát hosszan nyomjuk, akkor addig nyitja, amíg nyomjuk, illetve tudsz neki beírni értéket is tehát hogy mennyire a szét. Ugye itt látjátok azt, itt lehet beállítani, ugye ezeket a nyilakat. Tehát itt a nyíl, ugye itt mutatja a kis teli zöld nyilat, hogy felfele. Ugye most, kicsit maszatos, hát ilyet. Ugye itt mutatja, hogy 35-re van állítva, de jelenleg 27 százalékon van. Ugye az alsó pozíció, ahol a üres háromszög van, az 25-re van állítva most 27%-on áll a gép, ugye, ezt mind be tudjuk neki tanítani, hogy hogyan mozogjon. A sárga nyilacskát, hogy meddig engedje le a gépet, azt pedig úgy tudjátok pozícionálni, hogy ahol áll a gép, tehát hogyha most úgymond 27%-on áll a gépünk, és rányomunk erre a sárgára, akkor a 15 helyet 27% lesz. Itt tartály billentésnek a, az idejét tudjátok átállítani, tehát ugye most ide fel van tanítva a karra, erre a kékre, tehát ugye ez két állású kapcsoló, van egyszer megnyomva, akkor bogyózót emeli, ha túlnyomod, kattanáson túl, akkor pedig automatikusan 24 másodpercig fog olajat adni a tartályoknak, és ezáltal annyi idő alatt ki fogja billenteni. Visszafel ugyanúgy kattanáson túlnyomva, 22 másodpercig működtetve, le fog engedni a tartályokat. A gépünk okos, nagyon okos egyébként. Van egy Eco Drive és egy Eco World funkció rajta, ami annyit jelent, hogy a motor fordulatot optimalizálja. Mind közúti módban, mind munkamódban is, tehát nem, fog, nem fogja pörgetni a motor, csak ad annyira, amennyire neki az olaj áramlását, vagy a forgási sebességeket el nem éri. Tehát nem az lesz, hogy 2000, mit tudom én, vagy 200, pörög, azt hiszem maximum, hanem mondjuk, hogy elég neki, ugye említettük, hogy a motor már 1500-os fordoton leadja a max nyomatékot, hogy elég neki annyi, akkor csak 1500 at fog forogni a motor, tehát üzemanyag megtakarítás céljából nagyon, nagyon, jó. Ugye közúton is úgy van, hogy tehát ugye a joystick kart előre nyomva, ugye akkor felpörög a motor, hogy minél gyorsabban elérje a kívánt sebességet, majd mikor elérte a sebességet, akkor szépen a motorfordatunk visszaáll annyira, Amennyire az alaj áramlása megfelelő. Jó, lapozunk tovább. Itt a harmadik lapon pedig ez egy ilyen, hát ilyen biztonsági funkciónak mondanám, hogyha véletlenül a kar valami oknál fogva nem működik, akkor itt azokat a funkciókat, tehát ugye a tartálybillentés, ugye ez a, a bogyózónak a, a felemelése, illetve a két első kerék a, a feléletve leengedése. Itt van egy ilyen közúti menünk, ez igazából a permetezés, hogy a permetező egység van rajta, akkor itt ugye ki tudjuk a, a tehát le tudjuk zárni az olaj, olaj, útját, hogy a szárny még véletlenül se tudjon kinyílni, vagy egyéb probléma. Hármas menü, itt ugye említettem a stop gombot, tehát hogyha megnyomjuk a karnak az oldalán a stop gombot, akkor lesz egy 1100-as motorfordulatunk, tehát ez egy ilyen munka üzemmód már. Ugye van egy táblavégi forduló motorfordulatunk, az is inkább permetezésnél fontos, hasznos, illetve ha bármilyen hidrolika funkciót működtetünk, akkor 1200-ra fel fogja emelni a motorfordulatot. Ugye a tempomat beállítása az a kettes tempomatnak itt van. Ugye az egyes tempomat az itt van a karon, a kettes tempomat azt pedig majd a tábla végi fordulóhoz tudjuk hozzárendelni. Ez a négy kis kombány ikon, ez a joystick kart tudjuk átállítani. Tehát van egy olyan mód, hogy ugye van egy reteszelő kapcsolónk itt a joysticknek a hátulján, ezt benyomva és tartva ha nyomod a joystick kart előre, akkor úgy fog menni a kombány, ha elengeded, akkor megáll. A másik mód pedig az, hogy ez a kis szaggatott vonalú, hogy benyomod a reteszelőt, oldja a féket, megpöccinted a kart, és akkor el fog indulni a kombány. Tehát egy és 0,2 km per óra. Hátrafele csak a, egy funkció van, hátrafele, hogy a biztonsági okokból Európában az a funkció van, hogy benyomod a reteszelő kapcsolót, oldja a féket, és akkor húzod hátra a kart, akkor úgy fog gyorsulni és lassulni, ahogy te a joystick kart mozgatod, hogyha elengeded, akkor meg fog állni a gép. Kézifék, automat időzítőt nem állítjuk, az nullán van, azt nem bántjuk. Automata kézifék bekapcsolva, ugye Twinlock rendszer, automata özkerék kapcsoló bekapcsolva, itt van az Echo Drive és az Eco Word kapcsoló. Tehát, hogyha valaki nem szeretné használni, de szerintem ilyen nem lesz, akkor ő ki lehet kapcsolni. Tovább lapozva, itt a joystick kart tudjuk állítani. Tehát a felső sor, mint látható is, ugye itt egy százalék van. Tehát ez úgymond a karnak az agresszivitása lesz. Ugye mondtam, hogy két sebességünk van, tehát ugye van egy nyuszi, meg van egy teknős. A harmadik pedig a csiga, azt pedig itt fogjuk tudni bekapcsolni, itt tudjuk aktiválni. Ugye ő a leglassabb, tehát itt egy kilométerre fog menni előre és hátra is. Ha már itt tartunk, ugye kilométer állítás, ugye a zöld az előrefele menet, a sárga pedig a hátrafele menet. Ugye itt be tudjuk neki állítani, hogy milyen munka módokba, vagy ugye közúti módban mennyivel menjen előre, illetve hátra négyes menü. Itt a munkalámpákat tudjuk kapcsolni. Egyet tovább lapozva. Ugye említettem a elején lent, ott alul a két fekete pálcát, ami ugye nekünk itt jelzi, hogy merre kell korrigáljunk. Azok itt fognak ugye villantani nekünk, hogy hova is kell korrigálni. Szerintem most, ha oda nyomok egy tesztet, mert itt van egy olyan lehetőség, hogy teszt, akkor villantni is fog. Igen. Tehát ugye akkor villog. Itt be tudjuk állítani a fényerősségét, hogy milyen erős ö, fénye legyen. Ugye automatik, vagy automatán is tudjuk használni, tehát ugye ö, ráadjuk a világítást a géprak ugye lesötétedik. Ugye itt tudjuk a lépcsőt kibecsukni innen a monitorról, illetve itt van, hogy automata üzemmódban van ö, automata ö, villogó. Ez ugye, ha átrakjuk, ö, közútba, nyúlba, akkor az automata villagó üzemelni fog. Automata ö, fülke, kabinajtó, világítás itt kívül. Ugye, ha kinyitjuk az ajtót, illetve ha lentről a lépcsőt kinyitjuk, akkor ugye felgyullad ez a világítás nekünk. Itt a károsanyagkibocsájtásnak a ö, hamu és a korom visszajelzését láthatjuk. És akkor ugye itt van az, a tartályt itt tudjuk beállítani, hogy 90%-nál kapcsolja be a villogót, ugye a két oszlopon nekem adjon fényjelzést, illetve csippanyon a monitor, hogy 90%-os a És A csigát azt itt tudjuk beállítani, ugye 85%-nál kapcsolja a csiga a oszlató csigánk, illetve 100%-nál kapcsol ki. akkor itt van az, hogy a hiba üzeneteket hogyan küldje, vagy hogyan jelezze nekünk. Ugye van egy hiba üzenet küldés nekünk, van egy fényjelzés az oszlopon, illetve van egy monitoron egy csippanás, és akkor itt, ha föl van nyitva a tartály, akkor ugye nem működhet a ventilátor. Ha föl van nyitva a tartály, nem működhet ugye a szalag. És akkor ugye, hogyha le van csukva vagy ö, hülyeséget beszélek már. Tehát, hogyha fel van nyitva a bogyózó, akkor attól működhet ugye az, a ventilátor is, tehát ugye azért, mert hogyha valaki ki akarja akkor ugye lehessen vele dolgozni, tehát ugye akkor visszafele forog a szallag, és akkor bele egy az egybe megy a tartályba a, a szőlő. Ugye ezeket azért kell átpipálni, hogy onra, hogyha fel van nyitva, akkor is tudjunk vele szüretelni. Ugye itt le, lecsukott tartánál tudunk menni a géppel, ugye akkor nem fog arra hibaüzenetet küldeni. Ha a szallag 50 fordulat alá esik, akkor ugye küld a hibaüzenetet, Hogyha a bogyózónak a, a lánca 50 alá, akkor is küld a hibaüzeneteket, tehát itt a hibaüzeneteket tudjuk ő átírni. Ugye itt a, a verőléceknek van csiga, ventilátor, bogyózó, tovább. Ez gyári beállítás, ugye itt van az, hogy meddig emelje, meg meddig engedje le, meg a közúti. Igazából ez, is, ez szerviz kollégáknak a, a, dolgai. Tehát igazából ez az, ugye ez is szerviz, szervizes dolog. Itt ugye, ha rámegyünk, ugye most a verőléceken vagyunk, ugye itt mutatja, hogy mennyi olajat kap, hány százalékon működik, mekkora motorfordulatnál. Tehát ez, ez megint ilyen nem nekünk való. Ami nekünk való, a tábla végi forduló. Tehát ugye itt láthatjuk azt, hogy be van tanítva, egy, tehát az, hogy van, hol van, bocsánat, igen, tehát a P1-re van betanítva, ugye felemeli P1-re a gépet, kikapcsolja a verőléceket, és akkor rááll a kettes tempomatra. Ugye azért kell a verőléceket kikapcsolni, mert úgy van beállítva a gép, ugye a területmérés miatt, hogy a, majd az is megmutatom, hogy a verőlécekkel kapcsolod a hektárszámlálót. Tehát, hogyha megy a verőléc, akkor, akkor számolja a hektárt, hogyha nem mennek a verőlécek, akkor nem számolja a hektárt. Jó, ugye a kettes nép bekapcsolja, leengedi tempomat, és akkor itt van a joystick kar, ugye itt is ezt át tudjuk teljesen programozni, hogyha permet az egység van rajta, akkor ugye teljesen más funkciókat látnak el, de igazából nekünk ez se nagyon tehát nem kell álligatni. Ugye itt egy ilyen hibaüzeneteket Jelenít meg most ebbe, sem nagyon mennék bele. Itt tudunk csinálni, saját profilokat elmenteni. Ugye, tehát ugye van a Gregoire profil, a gyári, illetve van egy, egy saját profilom, a Péter. Ugye, hogyha valaki belül a gépbe, mondjuk mit tudom, két műszakba mennek, és akkor nem, nem úgy esik a kezére a joystick-ra, ahogy éppen, akkor ugye lehet csinálni. Uh -huh. új profilt, és akkor azt fogja betölteni a gép. Az utolsó menü, ott megint egy ilyen ö, szervizes kollégák bele tudjanak menni olyan menüpontokba, ami nekünk igazából nem szükséges. És akkor a másik oldalt, ö, ugye információs menü, tehát egy kis információ, hogy ö, milyen szoftver fut a gépen, ugye Ja, ez igen. Ez a GPS Menni ugye így egy áthúzással át lehet rakni. Itt ez megint ilyen GPS pozíció. Ez ugye a monitornak a memória telítettsége. Ha tovább lapozunk, akkor itt üzemidő, hőfok. Akkor itt van egy ilyen pillanatnyi hektár számlálót, és ki tudunk ide tenni. És a... Nem, nem itt van hogyha ezt ide kihúzom, ja nem, bocsánat, ezt ha ide kihúzom, akkor ugye itt tudtok csinálni ö, ügyfelet, amit most megmutatok. Itt van egy plusz, és hogyha rá, igen, tehát ez nagyon fontos, bocsánat, visszamegyek, tehát ugye belejöttünk ide, hát rámegyünk a pluszra, akkor ugye itt van ez a kis villámjelecske, itt be kell állítani a verőléceket, mert különben akkor a hektár az nem lesz pontos. Tehát ugye ide ezt be kell rakni mindenféleképp, mert ugye akkor fogjuk a hektárt rendesen számolni. Igazából ugye ügyfél, farm, terület, milyen szélesek a sorok, ugye kik vagyunk, mik vagyunk, és akkor lepipáljátok, akkor onnan kezdve működik a történet. Itt oldalt van egy kis kettes gombunk, amivel ugye láthatjuk, hogy mennyi üzemóra, hány liter, hány hektár, hány kilométer, liter per hektár, liter per kilométer, tehát ilyen egyéb adatokat meg tudunk jeleníteni. Itt ugye azt lehet látni, hogy mennyi üzemórát ment a gép, abból mennyit ment a verőléc, mondjuk mennyit ment a szallag, tehát külön-külön mindent itt felsorol nektek, hogyha bérbe dolgoznátok a géppel, tehát nagyon pontos. Ugye a, a tábla, erre a kis táblára, hogyha rámentek, akkor itt tudjátok azt beállítani, hogy a Neo tracken, tehát hogyha ő rajzolja, a, vagy színezze azt, ahol mentetek, hogy mi alapján kapcsoljon ki. Tehát ugye itt is a verőlécek alapján kell kikapcsoltatni a festést. Az ötös az meg megint egy ilyen összámláló igazából, hogy mennyit, mennyit dolgozott a gép a monitor alját, hogyha felhúzzátok, akkor itt tudjátok beállítani ugye a fényerősséget, ugye le tudjátok fényképezni a kijelzőt, ugye itt mutatja a festést, ugye ha dolgozik a kép, akkor ez bezöldül, hogyha véletlen a kis nyilacskánk, mindjárt egy pillanat, tehát hogyha ő, tehát hogyha ez a, ez a kis nyilacskánk, hogyha dolgozunk vele, nem előrefele mutat, tehát nem megfelelő irányba van, akkor itt ezt a kis ikont megnyomjátok, látjátok, akkor fordul. És akkor újra megkeresi a pozícióját, hogy merre is áll pontosan. Hogyha véletlen nem jól működne. Ugye itt, itt alul, ezt nem kell most nekünk. Ugye itt alul láthatjátok ugye a, a pontosságot, hogyha ugye GPS-szel mentek, ugye kilométert, ugye a, a merre áll a gép, idő intervallum. Hogyha erre rájöttek, akkor itt ki tudjátok választani még, hogy miket rakjon ki, vagy mik, mik, ne legyenek úgymond itt alul. Tehát látjátok, el lehet venni, vissza lehet rakni. És pipa, és akkor az ott is marad. Ö, ja, univerzális terminál ugye az izobusznak, hogyha ha rá van a gép kapcsolva. Ö, Hú, mi van még? Itt van egy ilyen beállítási lehetőség. Igen, tehát hogyha belementek a rendszer menübe, tulajdonságok, és van ez a MMI. Itt van egy ilyen gyors menünk, tehát ugye 1, 2, 3, F1, F2, F3, ugye az itt van a kijelzőn. Itt át tudjátok állítani, tehát ez egy ilyen gyors gomb. Hogyha most megnyomom az 1 akkor innen nem megy ki akkor majd meg így, megnyomom az 1-est, akkor ugye a fő menü jön be. Megnyomom a 2 akkor meg a születelő egységnek a menüje fog bejönni. A 3 az meg úgy működik, hogy a motorfordulatot fogja nekünk állítani, tehát ugye ide beírunk neki egy motorfordulatot, mondjuk beírjuk, hogy 1600-as motorfordulat, és hogyha én megnyomom az F3-at, akkor el fogja venni alapjáratra, ha megnyomom még egyszer, akkor pedig fel fogja pörgetni addig, amíg ugye 1600-at már nem tudok. Nem, nem mindegy. Na mindegy, tehát akkor ugye arra a motorfordulatra fel fogja pörgetni. hogy itt van egy ilyen kis tekerő, mi van még? Automata klíma, Bluetooth-os kiangosítós, rádió, légrugós ülés, kettő ponton is állítható, kényelmes, komfortos, Itt van egy ilyen, hát most itt a a meg a villogó van, de ez egy ilyen kis hűtő, tehát ugye a klímával tudod hűteni a, a vízedet, vagy a szendvicsedet, vagy amit éppen hozol magaddal. Hát szerintem ennyi. Nézzük meg a hetesnek a felső ventilátorát, mivel külön, mint a bogyózó, de előtte még itt megállunk egy percet. Ez a zöld lásznak a feszítése is ugye automata feszítésű, mert előfeszítése van. Ugye itt belül láthatok egy csigát, tehát ami a innen, ja, innen, jobban látszik, mondjuk itt van bent egy ilyen csiga. Ez a csiga azért szolgál, hogyha a két lánc közé beszorul, tehát itt mondjuk marad bent szöllő darab, vagy szöllő szem, vagy valamilyen maradvány, akkor ez a csiga úgymond ki, itt oldalt ki fogja tolni, ki fogja dobni, és akkor az visszaesik középre, a születő egységbe a, a rázó lécekhez. A bogyózó. Tehát ugye itt látjátok, hogy ilyen gumi, gumi hát ja, ilyen nagyon erős gumi ujjak vannak, ezek pofozzák a, a szőlő szemeket, a fogják lerázni igazából. Csak ezt szerettem volna megmutatni. Nézzük meg, hogy a felső ventilátoros gépünk mennyivel másabb olyat lehet a 8-as gépre is ugyanígy felső ventilátorral kérni, illetve a 7-es gépet is lehet ilyen bogyózóval kérni. Ugye innen látszik a, a vontatot, hogy azon is ízikén bogyózó van. Méretbeli különbségek vannak, tehát ugye az sokkal rövidebb bogyózó tehát lassabban lehet vele haladni, de hát ezt mindenki maga eldönti, hogy gép kell neki. Menjünk akkor a másikra. Easy Turn nevezetű rendszert is lehet a gépre kérni, ami annyit jelent, hogy a ö, kormányzott keréknek a két vége, végállása közötti kormány tekerést lecsökkenti. Tehát nem két és felett kell tekerni mondjuk egy teljes ö, kerék alá ö, kormányzásra, hanem mondjuk csak egy tekerés. Most ez eszembe jutott még. <laughs> Ugye lehet látni a két gépnek a különbségét, az ugye a hetes az sokkal kisebb, a kerekei is kisebbek, ugye rövidebb, az egy tonnával könnyebb, négy motor van benne, az négyhengeres hengeres DICE motor, 4100 köpcenti, 156 lóerő, 600, 608 Nm nyomaték, és 1600-as motorfordulattól tudja ezt a, a nyomatékot. Ugyanaz a hajtóműrendszer van rajta, ugyanaz a hidraulika, ugyanúgy, ott, ugyanúgy vannak a, a hűtők, tehát igazából ez is ö, teljesítmény, illetve kapacitás. Tehát ugye kisebb a gép, nyilván ö, kisebb a terület teljesítménye is neki. Ö, kabinba ugyanaz, és fel fogunk menni, és akkor megnézzük azt a felső ventilátort. Ja, még bocsánat, még annyi, ugye pillanat. Csak hogy jobban szemléltessük. Tehát ugye ez a 8-asnak a verőléce. Ez meg a 7-esé. Tehát ugye sokkal kisebb, rövidebb. Tehát ugye ez a, ez a gép úgymond 20 centivel rövidebb, mint a, a 8-as. Ugye ez 2000, 2400 mm hosszú, a víztömített alagút. Csak érdekes képen ugye, hogy mennyivel másabb a verőlécek, amik, amik másképp néznek ki. Amit elfelejtettem mondani, a 8-ason is ugye beszéltünk ezekről a gaj kidobókról, vagy dugulás elhárítókról, ugye azt itt fent tudjuk elzárni a csapot, vagy kinyitni, tehát hogyha üzemel a gép, születelés van, akkor ugye kinyitjuk, ha viszont ő, nem, nem születel a gép, hanem mondjuk itt vagyunk hátul, akkor azt a csapot el kell zárni, nehogy véletlenül, ugye ott takarítjuk a gépet, akkor bármilyen baleset adódhat be, tekeri a ruhánkat, vagy bármi ilyesmi. Annak a forgás sebességét itt tudjuk állítani egy ilyen átfolyás állítási szeleppel, hogy mennyi olaj áramoljon át, hogy itt biztonsági kapcsolók vannak, ez a nyolcason is megvan. van ja, de ezt arra mondod, hogyha netán úgy jövünk ide hátra, hogy megy a belsője Hát igen, mert mikor mosod a gépet, akkor ugye a szalagok azok ugye mennek, mert ugye nem tudnád átmosni a gépet. Na, menjünk, nézzük meg! Ugye a ürítési magasság ennek is ugyanúgy 3 méter, ugyanúgy 60 centit tud emelni. Tehát ugye ezen is 2000 literes tartály van, és ugye itt van felső ventilátor. Itt ugye annyi, hogy ez a kereszt szallag, ez szélesebb. Tehát ugye a másikon az ő, keskenyebb volt, ugye itt dobja be, majd a neki ütközik annak a. Hát igazából ott a ventilátornak lehet állítani a levegő áramlást, tehát hogy mennyi, mennyi levegőt tudjon kiszívni. Ugye arra van felfogadva a mágnes is, tehát ugye innen, hogyha neki dobja annak a lemeznek, akkor ugye a mágnesek megfogják a, a fém hulladékot, ami nekünk nem kell. Igazából ja, ez egy kicsit kisebb, kis takarékos, úgyhogy Nézzük meg a vontatottat. Most már kezdek kifáradni. Szóval... Hát valami csapadék már elég. Mindenkinek kéne. Ugye G3 pont a 2.20 az igazából a alagút hossza, tehát 2200 mm hosszú. Ez a gép azt hiszem, ha jól emlékszem 65 lóerő igénye van. Tehát ugye három pontra felfüggesztjük a, a vontatott szőlőkombányunkat, amit kardának kell meghajtatni. Tehát ugye van egy különálló 70 literes hidrolika tartálya, és van egy különálló monitorja, meg egy ilyen kis joystick pult, amit bele kell szerelni a traktorba. És akkor ez úgymond a traktortól nem igényel semmilyen hidrolikai vagy hidrolika olajat, egyedül a hidrolikus fék. Miért? Azért, mert ezen a vontatott gépen segédhajtás van. Tehát ennek a gépnek a hátsó, vagy a, úgymond a futóműve, az pokline hajtóművekkel van ellátva, ami segíti a traktort, és olyan hidromotorok vannak rajta, amit terhelés érzékelő. Tehát minél jobban érzi azt, hogy le van terhelve, annál nagyobb segédhajtást fog produkálni. 1600 literes tartályok vannak ezen a vontatott szőlőkombányon, ami érdekesség, ugye ez kimegy a traktor mellé jobbra, tehát egészen ki fog menni oldalra. Ez a vontatott G3-as vezeti magát. Tehát ugye itt vannak ezek a fekete pálcák, és ezek a fekete pálcák ugye érzékelik, ahogy a szőlőtőke megüti, és ő úgy fog rákorrigálni, de viszont mi kezelők ezt bármikor felül tudjuk korrigálni, tehát hogy nem fogja elvenni az irányítást felőlünk. Ami még érdekesség, hogy ezen a vontatott, cölük, vagy vontatott G3-ason nem 60 centit tud emelni a hasmagasságán, hanem 70-et. De egyébként ugyanaz, tehát az alagút annyi ugye, hogy az 2200 mm, de ugyanúgy 65 centi széles, 195 magas, úgyhogy igazából ugyanúgy két szalag van, ugyanúgy excenter tengelyekkel hajtja meg a verőléceket. Itt annyi, annyi, érdekesség van, hogyha ide néztek, hogy itt ilyen gyors biztosításúak a... Tehát ugye itt most lehet látni, hogy van ez a gyors kapcsos biztosítású, tehát hogy csak kihúzod a szeget és akkor ki tudod venni a verőléceket, illetve van ez az alumíniumos, ami csak két csavaros. Tehát ugye a, a nyolcason, hogyha megnézitek, akkor ott ugye négy csavarra van felfogatva, itt meg ugye kettővel, illetve van ez a gyors biztosítás. Ennyi. <laughs> Igazából ennyi. Szerintem, úgyhogy én köszönöm szépen nektek, további szép napot, jó egészséget, sziasztok!